Ezt a sorozatot azért készítettük, hogy olyan bizonyítékokat tárjunk önök elé, melyek szerint a Szent Biblia a valóságból táplálkozik. Rekonstruált jeleneteink bibliai történeteken alapulnak, habár néhány olyan bemutatott eseményt is láthatunk, melyek nem szerepelnek a Szentírásban. A szakértők vitatott részek kapcsán kifejtett véleményéhez a Good News Network nem csatlakozik. Ősi titkai. Az emberiség első egységes írásban rögzített történetét fogjuk fellapozni. Azt a könyvet, amelyet Biblia néven ismerünk. Megvizsgáljuk a Biblia néhány vitatott, ellentmondásos történetét, és igyekszünk választ adni jó pár nehéz kérdésre. Vajon a Biblia csodás események sora, amelyek célja, hogy az ember megmeneküljön a bal sorstól, a pusztulástól? Vagy pusztán legendák és mítoszok gyűjteménye, amint ezt napjaink némely biblia kritikusa állítja? A felvetődött kérdések megvitatásában mind a hitetleneket, mind a hitvédőket nemzetközileg elismert szaktekintélyek képviselték, s az eredmény sokszor meglepő, sőt, megdöbbentő. A frigyláda. Eltűnt vagy elrejtette valaki? A Biblia szerint egy arannyal borított, ősi, erős faládában őrizték a 10 parancsolatot és több más értékes tárgyat. Elképzelhető-e, hogy a sínai félsziget sivatagán átmenekülő törzs készítette ezt a gondosan megmunkált ládát, a csodálatos fémdíszeket? És mi a helyzet a benne lévő kincsekkel? Miért vitték magukkal az izraeliták minden csatába? És amennyiben ez a hatalmas láda valóban létezett, hol van most? Ha előkerülne, a tetejét felnyitva mit találnánk benne? A bibliai frigyláda soha nem létezett. Ez ugyanolyan fikció, mint amikor Indiana Jones a híres filmben a keresésére indul. Számos régészeti és történelmi bizonyíték igazolja, hogy a frigyláda valóban létezett, és pontosan úgy nézett ki, ahogy azt Mózes második könyvében elolvashatjuk. Semmi okunk sincs feltételezni, hogy a frigyláda, ami Krisztus előtt 586-ban, a nagy támadás idején ott volt Salamon templomában, ezt követően valamilyen formában fennmaradt. Ezt csak a hollywoodi forgatókönyvek állíthatják. A Bibliában leírt frigyláda, ha egyáltalán létezett, már régóta elveszett, valószínűleg még Salamon idejében, és mivel arany volt benne, ez lehetett az oka a megsemmisülésének. A frigyláda egyértelműen létezett, és valószínűleg ma is létezik. A 21. század fordulója talán fényt vet erre a kérdésre is. A bibliai történetek közül talán éppen a frigyláda a legvitatottabb. A vita középpontjában egy ősi, vert arannyal borított faláda áll, amit az egész világ frigyládaként ismer. Becsült kora legalább 3500 év. Nézzük most meg, mit is mond a Biblia a frigyládáról, annak keletkezéséről. Mózes második könyvének 25. fejezetétől egészen a 30-ig elolvashatjuk, miképp utasította az Úr Mózest a frigyláda elkészítésére. A ládát kívülről és belülről vert arannyal kellett borítania, a tetejére is két arany kérub került. De mit tartottak a ládában? A Biblia szerint a frigyládában a törvénytáblák kerültek elhelyezésre. Ezek eredetiét maga az Úr véste a sínai hegyen Mózes számára. A törvénytáblák az Úr és Izrael frigyét szimbolizálták. Rendkívüli fontossággal bírtak Izrael számára, és minden bizonnyal ott kellett lenniük a frigyládában. Manna is volt a ládában. Ezt az Úr mennyei kenyérként adta akkor, amikor az izraeliták különösen vad körülmények közé kerültek a pusztában. És ott volt Áron vesszeje is. Mindezek a frigyládával együtt már sok ezer éve eltűntek a szemünk elől.
Izrael népe mindenhová, még a csatákba is magával vitte ezt a szent tárgyat. A láda arra emlékeztette az embereket, hogy az Úr mindig velük van. Kettőtök híre. Dicsőséget hoz egész népünkre. Az Úr megáldotta a munkánkat. És megáldja ezt a mostanit is, még inkább. Készítsetek el egy csodálatos szépségű ládát. Fából és kőből, aranyból és ezüstből, sárgarézből és vasércből. Szövetből, bőrből. Az ő szent tárgyainak. A bőrszíjak és a többi tárgy kapjon benne helyet, melyek oly szentek, hogy nincs is rá szavunk. Mi csak egyszerű mesterek vagyunk. Nem híres egyiptomi építészek. Ó, hát nyugodj meg, kérlek! Az Úr soha nem bíz rátok lehetetlent. Gyertek! Üljetek le! Tehát az Úr azt mondja, csináljatok egy ládát akácfából. Legyen 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles. A magassága pedig szintén 1,5 könyök. A belsejét borítsa vertarany, a külsejét is fedjétek be ugyanezzel. Tegyetek rá karikákat. Mózes parancsot adott a munka megkezdésére. A sátor számára kiválasztott kanavásznak is megfelelő színűnek kellett lennie. A fa megmunkálók, a kovácsok, a kelmefestők, a bőrösök, a kőfaragók és a gyapjúfonók minden nappali órát munkára fordítottak. Amikor elkészült a láda, a tabernákulumban helyezték el. Minden komoly kutatónak abba kellene hagynia a Fridláda keresését, bízzuk ezt Hollywoodra. Hisz odavaló a fantázia világába. Komoly történészként el kell fogadnunk a Biblia történelmileg hiteles voltát, a zsidó történelmi források valóságtartalmát. Számos dokumentum, régészeti lelet igazolja, hogy Salamon, Izrael királya valóban élt, és létezett a Fridláda is. Kérdés, hogy ismerték-e a Fridláda elkészítéséhez szükséges technológiát, és ami ugyanilyen lényeges, mit jelentett a Fridláda Izrael népének? Miért tekintették a zsidók szent tárgynak? Igen, akkoriban már ismerték a szükséges technológiát. Hasonló aranylemezekkel borított szentélyeket már jóval Mózes előtt is emeltek Egyiptomban. Ami pedig a Fridláda létezésére vonatkozó kérdést illeti, ezt számos bibliai, történelmi tény igazolja. Az izraeliek számára a Fridláda jelentette a legszentebb kegytárgyat. Az igaz Isten zsámolya volt, az isteni jelenlét bizonyítéka. Izrael népe hitt abban, hogy a Fridláda segítette hozzá őket a folyó csodálatos kiszárítása révén a Jordánon való biztonságos áthaladáshoz. A Fridláda segítette őket akkor is, amikor Jerikó városát 7-szer is megkerülték. A régészek a föld alatt rábukkantak a város romjaira. Csaták sorában vetették be a Fridládát, és ez mindig győzelemre vitte Izrael népét. 500 éven keresztül a Fridláda jelentette a világ legszentebb objektumát. Izrael fiai követték mind a csatákban, mind az ígéret földjére. Amíg az emberek látták a Fridládát, tudták, hogy az Úr velük van. Amikor Dávidot királlyá koronázták, az új fővárosba, Jeruzsálembe vitette a Fridládát, ám a papok, sőt a közemberek egy része is elfelejtette, hogy a Fridládát nem szabad megérinteni. –
Dávid király, mint tudjuk, mindent elkövetett annak érdekében, hogy a Fridládát az új templomban helyezze el. Az úr azt ugye megengedte számára, hogy sok milliárd dollár értékű anyagot halmozzon fel a templom építésére, háborús tettei miatt azonban magát az építkezést megakadályozta. A későbbiekben a fia, Salamon király építette fel ugyanezen anyagokból a világhíres aranytemplomot. A Biblia szerint ekkor a Fridládát is sikerült elhelyezni a templomban. A Biblia ekkor furcsa módon elhallgat. A Fridláda eltűnik a történelemből, és ettől kezdve a Bibliából nem nyerhetünk információt arra nézve, hogy hol is található. Ha valaki szereti a titkokat, hát itt találhat. Semmiféle konkrét említés nem történik a Frigládáról, a legendákban és a történetekben azonban folyamatosan jelen van. Ide sorolható az úgynevezett kettős változat is. Az Enciklopédia Britannikában található etióp változat szerint Salamon király elkészítette a Frigláda másolatát, amit Meneliknek, Sába királynőtől született fiának ajándékozott. Ám a ravasz Menelik a másolatot felcserélte az igazival, és azt vitte magával Etiópia fővárosába. Az etióp királyi krónikák mindegyike szilárdan állítja, hogy a Fridláda az országban található. Észak-Etiópiában, Axum városában van egy föld alatti szentély, ami a Zion templom nevet viseli. A legkülönbözőbb emberek állítják, akik valaha jártak ebben a föld alatti templomban, hogy ez az a hely, ahol valaha az igazi Fridláda volt. A történelmi források azt állítják, hogy itt őrizték ebben a föld alatti templomban. Zsidó papok őrizték, akiket egy ifjú irányított. Őt 7 évesen jelölték ki a Fridláda őrének. Éjjel-nappal a szentélyben tartózkodott, és haláláig őrizte a Fridládát. A fiú a Fridládával szomszédos helyiségben táplálkozott, ott intézte a szükségleteit. Az etiópiaiak állítása szerint így őrizték a Fridládát fegyveres őrök segítségével. Ez állítólag így ment 3000 éven át. A kérdés az, létezik-e valamiféle külső bizonyíték, ami alátámasztaná az etiópiai történelemnek ezt a vonatkozását. Itt ez a fénykép egy falrészletet ábrázol, amit Addis Abebában, Etiópia fővárosában találtak. A képek Sába királynő és Salamon esküvőjét ábrázolják. Látjuk, amint a Fridládát Etiópiába viszik, és az ott is marad. Ez a dokumentum a kezemben az etióp kormánytól származik. A könyvben a kommunista etióp kormány taglalja Etiópia történetét, és itt azt is állítják, hogy a Fridláda Etiópiában van. Tudjuk, hogy 1936-ban Mussolini csapatai élén megkísérelte Etiópia megszállását, hogy megszerezze a Fridládát. A Fridládát a Binay Bairit Manager magazin szerint 1936-ban elrejtették, hogy megóvják az olasz sereg elől. Ismerjük El Robert cikkét, ami 1935-ben jelent meg a National Geographicban. Ebben azt írja, hogy bárhol járt is Etiópiában, a papok következetesen állították, hogy a Fridláda az országban van. 1965-ben ezzel kapcsolatban készült egy műsor is Mengesa herceggel, Etiópia főkormányzójával. A herceg és egyben főkormányzó 1965-ben II. Erzsébet angol királynőt körbe kísérte Etiópiában, és azt állította nekünk, hogy az utazás során megmutatta neki a Fridládát is. 1968-ban Juliana holland királynő szintén látta a Fridládát. Több mint 100 magasrangú, befolyásos ember kizárólag azért ment Etiópiába, hogy megtekintse a Fridládát. A ládát titkos helyen őrzik, sosem teszik közszemlére. Ám akikkel jómagam beszélgettem, beleértve a királyi család tagjait is, kivétel nélkül mind azt állították, hogy a láda az országban van. Én, mint kutató, csak annyit mondhatok, hogy rendelkeznek valamivel, ami úgy néz ki, mint a Fridláda. Etiópiában hisznek benne, hogy ez a Fridláda. És némi bizonyítékkal a háttérben rendületlenül állítják, hogy nem is lehet másképp. Vajon az igazi Fridláda ez, vagy a másolat? Stephen Mengesa herceg, Haile Selassie dédunokája, Salamon király és Sába királynő 225. íziglenik közvetlen leszármazottja feltárja előttünk, hogyan is látja az Etiópiában lévő Fridládát övező titkokat.
A frigyláda a Zion templom alsó kamrájában van, Axumban. Nekem az őrök, apám, a papok és Haile Selassie mondták, hogy ez az igazi frigyláda, és hogy tényleg ott van. Nagyon sok híres ember látta már, beleértve II. Erzsébet királynőt, Fülöp herceget. Ők 1965-ben jártak ott. Igazán érdekes beszámolót hallottunk, ám az izraeliek még ennél is meglepőbb bejelentéssel álltak elő. Az általuk emlegetett esemény Krisztus előtt 586-ban történt, amikor Nabukodonozor babiloni király és serege végső csapást akart mérni Jeruzsálemre. Ezért a templom papjai intézkedtek a frigyláda védelme érdekében. Az emberek bűnei förtelmesnek tűnhetnek az Úr szemében. Pár óra, de lehet, hogy csak percek kérdése, hogy Nabukodonozor és a babiloniak lemészároljanak minket. Nem engedhetjük, hogy a frigyláda a pogányok kezébe jusson. El kell vinnünk Salamon pincéjébe. Mi hatan már túl vének vagyunk ahhoz, hogy azt tegyük a ládával, amit az Úr Mózesnek parancsolt. Mi ifjak vagyunk, jó uram, és szívesen szolgáljuk az Urat. Áldj meg minket, és adj parancsot! A halálba küldelek benneteket. Oda veszhettek a járatban. A testvéreim és én a templomban éltük le életünket. Itt is érjen véget, ne a világ más pontján. Bocsássatok meg nekem, szent emberek! A falakat áttörték, a babiloniak özöllenek a városba! Meneküljetek azonnal! Igyekezzetek! Ne vesztegessük az időt! A frigyládát elásták Salamon temploma alatt egy föld alatti járatban. Úgy festett, örökre nyoma veszett. Egészen máig. Abban az esetben lehetnénk teljesen biztosak a Bibliában, amennyiben a frigyláda újra előkerülne. Ezért keresték oly sokan, oly elszántan. De hát valóban létezik a frigyláda? Vagy létezette egyáltalán? 1981-ben ásatásba fogtak a templomhegyen. Ekkor három rabbi egy olyan felfedezésre jutott, ami kis híján újabb szent háborút robbantott ki a muszlimok és a zsidók között. Ha megnézzük a jeruzsálemi templomhegy makettjét, látjuk a föld alatti járatokat. Illesszük rá erre a templom modelljét. A zsidó történeti források azt állítják, hogy volt itt egy kamra, ami vagy fából készült, vagy fadúcok voltak benne, ez alatt pedig egy titkos helyiség rejlett. Josiás király ide rejtette a frigyládát, mégpedig közvetlenül azelőtt, hogy a babiloniak megsemmisítették a templomot. 1981-ben a három rabbi behatolt az őrkapun. Ez a templomhegy egyik eredetiben fennmaradt bejárata. Ebben az irányban haladtak tovább, amíg el nem jutottak ide, ahol állítólag, szerintük, a frigyláda rejlik. Ön hisz benne, hogy a templom kincsei megtalálható? Jehuda Getz, a Siratófal főrabbija, maga is az alagútban 1981-ben. Getz rabbi azt állítja, hogy rátalált a frigyládára és annak tartalmára, beleértve a 10 parancsolatot tartalmazó eredeti kőtáblákat is, amelyek 2500 éven keresztül rejtőztek a titkos barlangban. A rendkívüli felfedezésnek Shlomo Goren rabbi is a szemtanúja volt. A jeruzsálemi templomhegy alatt ástunk, amikor a szent hely irányában haladva egy titokzatos föld alatti helyiségbe jutottunk. És ott volt a frigyláda, benne a Mózestől származó 10 parancsolattal. Amikor egyre közelebb és közelebb jutottunk, a templomhegy vezetői leállították a munkát. A járat végében egy falat emeltek, hogy ne juthassunk a frigyláda közelébe. Természetesen a templomhegy alatt található frigyláda eredetisége ugyanúgy vitatható, mint az etiópiaié. Az etiópiai állítást az etióp hagyományokon kívül semmi más nem igazolja.
Az etióp templomokban nagyon sok jó állapotban lévő frigyláda másolatot láthatunk. Ez szintén elősegíti a hagyományok fenntartását. A tények azonban inkább arra utalnak, hogy az igazi frigyláda a templomhegy alatt látható. Nagyon érdekes tény, hogy napjaink Jeruzsálemében mindent elkövetnek a templom újjáépítése érdekében. Három dolog fontos Izrael számára. Az egyik a nemzet újjászervezése, a másik a bibliai Jeruzsálem visszaszerzése, amire 1967-ben került sor. Most pedig a templom újjáépítésére készülnek. Mindez a messiás várásával keveredik. Nekem, mint biblia kutatónak az egész szörnyen izgalmas. A Bibliában legalább 100 helyen esik szó a felépülő templomról. Tudjuk, hogy Izrael szeretné felépíteni a templomot. Több mint 500 hittudós tanulmányozza a Levitikuszt, a papok és a léviták kötelességeit. Sok millió dollárt szántak erre a célra. Maga a kormány is tanulmányozza az újjáépítés lehetőségeit. Mi a helyzet tehát a frigyládával? Amikor 4-5 hónappal ezelőtt erről a kérdésről faggattam Izrael egybegyűlt rabbiait, azt mondták nekem, hogy a frigyláda jelenleg Izraelben van, és hogy ott a helye a következő templomban. Az Úrral való közvetlen kapcsolatunk kulcsa a Szent Templom. Most minden erőnkkel azon vagyunk, hogy előállítsuk, illetve restauráljuk azokat a tárgyakat, amik majd helyet kapnak a templomban. A szent források 93 edénytípust említenek. Nekünk egyelőre körülbelül 60-at sikerült előállítanunk aranyból, vörös részből, illetve ezüstből, a leírásoknak megfelelően. Minden részletnek nagyon pontosnak, a zsidó törvényekkel összhangban állóaknak kell lenniük. A szent források számos, a templomban használt tárgy, edény pontos leírását tartalmazzák. A frigyládáé nincs ezek között. Ennek talán az az oka, hogy az eredetit már az első templom fennállása idején elrejtették, még annak lerombolása előtt. Nagyon meggyőzőnek tűnnek a bizonyítékok, hogy a frigyládát valóban megtalálták a templomhegy alatt. Reménykedjünk benne, hogy a moszlimok még a mi életünk során felfüggesztik a tilalmat, és a várakozó világ megismerkedhet a frigyláda tartalmával. Mi történik, ha a frigyláda előkerül? Mit találunk benne? Ki lesz a kiválasztott, aki megpillanthatja a kőtáblákat, amiket a Biblia szerint maga az Úr vésett? Már maga a gondolat is elképesztő. A ládában rejlő dolgok miképp változtatnak majd meg mindannyiunkat? Ez a történet sokkal többről szól, mint arról, hogy a frigyláda örökre elveszett-e, vagy ott rejlik a föld alatti etiópiai kamrában, netán a jeruzsálemi templomhegy alatt. A frigyláda a legszentebb tárgy, amit az Úr az izraelitákkal elkészítetett. Maga az Úr szólt Mózeshez a frigyládából. Dávid, majd Salamon idejében a frigyláda emlékeztette az embereket arra, hogy az Úr velük van. Ma az Úr a Biblia lapjairól szól hozzánk, és azt tudatja velünk, hogy nem csak közöttünk él, hanem mindazokban, akik hisznek benne. Mindig komolyan veszük a Bibliát, mindig olyan emberhez méltóan cselekszünk, mint akiben benne él az Úr. Gondolkodjanak el a dolgon.